Sziasztok, Adri vagyok, ez itt pedig ismételten az alapjárat új autó tesztje. A mai tesztalanyom egy Kia e-Soul. Mielőtt bármibe belekezdenék, arra szeretnék megkérni mindenkit, hogyha nem tette volna eddig, iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, lájkoljon minket a Facebookon és kövessen az Instagramon, most pedig következzen a Kia e-Soul rövid bemutatója. Maga a Kia Soul 2009-ben jelent meg a piacon, azóta már több faceliftet és összesen 3 generációt megélt a modell. Közepesen sikeresnek mondható a gyártónál, van azért ennél prémiumabb és ennél praktikusabb választás is a Kia palettáján, de minden esetre annak, akinek a Soul különleges formája megfogta a tekintetét, illetve pont ezt a közepes méretű átmenetes SUV-t kereste, annak mindig is egy tökéletes választás volt árérték arányban is. 2020-ban megérkezett a 3. generáció, abból is egészen pontosan az e-Soul, ahol már ugye nem Kia Soul EV, hanem Kia e-Soul, és megérkezett a Long Range és a Mid Range Edition is, ami azt jelenti, hogy megvásárolhatod a 64 kWh-s akupakkal, mint az e-Niro-t, és a 39,2 kWh-sal is, amiben most én ülök, ez a Mid Range, ezzel 277 km-t lehet megtenni. Nos, összességében, ha az ember ránéz a Soulra, illetve az e-Soulra, akkor nagyon egyértelműen látszik, hogy ez még mindig egy Kia Soul, még mindig követik ezt a kicsit nekem Nissan Cube-ra hajazó szögletes hátsó vonalvezetést, ugyanúgy megmaradt a tetővonalnak az íve, viszont a 2020-as facelift már tartogatott olyan újdonságokat, amik szerintem kifejezően jót tettek az autónak, ilyen például az autó orrán egybe csík LED lámpa, illetve a hátsó szélvédőt körbe ölelő, teljes körben elhelyezett féklámpa és tolató lámpa csoport. Hát apám, ha valaki nyomja előtted az e-Soulban a féket, akkor ilyen atomvillanás, nagyon-nagyon durván néz ki éjszaka. Jelen pillanatban az e-Soul-t meg lehet vásárolni 39,2 és 64 kWh-s akkumulátorpakkal, ami azt jelenti, hogy van egy 455, illetve egy 277 km-es hatótávunk. Ebből, amiben én ülök, ez most a midrange. Ebben egy 100 kW-os elektromotor dolgozik, mágneses szinkron motor egyébként, ami egészen pontosan 136 lóerőt generál nekünk, ami szerintem egy irinyó-pirinyót halvány, de még így is akkora nyomatékkal és akkora azonnali felszabaduló energiával jár, hogy igazából bárkinek elég lehet, csak én vezettem már olyat, ami mondjuk jobban lépett, a Kia e-Niro-nak, és ennek is a Long Range Edition-jébe már a 150 kW-os elektromotor van, ami azért már fit, az már úgy alakít. Visszatérve a midrange-re, erre itt, amiben ülök, tulajdonképpen ez a 100 kW is bőven elég, de tényleg 136 lóerő egy ekkora autónak, főleg városi használatra, tökéletes. Többféle módon lehet tölteni, 2,5 kWh-val, ez nagyjából 18 órát vesz igénybe, 7,2 kWh-tal lesz 6 óra 10 percet körülbelül. 10,5 kWh-tal is töltheted, amikor kb. 4,5 óra lesz a töltési idő, illetve maximum az 50 kW-os gyors töltővel, amivel pedig 57 perc. Viszont, hogyha a Long Range Edition-t vásárolod meg, akkor ott már 80 kW-os extra szuper gyors töltővel is lehet tölteni, és azt a sok rengeteg kilométert, ugye a 277 és a 455 között azért van egy pár kilométer, azt a differenciát ugyanannyi idő alatt fel tudod tölteni, mint egy 50 kW-ossal ezt. Tehát el lehet mondani, hogyha találsz egy viszonylag gyors töltőt, vagy egy félig gyors töltőt, akkor azért néhány órára van csak szüksége az autónak ahhoz, hogy ismételten legyen 277 kilométered, ami szerintem egyébként tök rendben van, és tök jó aránynak számít. Az a helyzet, hogy ezt a midrange hatótávot, ez csak silver és gold felszereltségben lehet megvásárolni, aminek hát az a hozománya, hogy mondjuk bört, nagyon-nagyon sok plusz pénzért tudsz csak belekérni a bevonatokra, mert ebben ugye most szövet van, és újrahasznosított műanyag, és újrahasznosított szövet. Egyébként a dizájn szerintem nagyon szép. Hazajövök bele, gyakorlatilag ugyanolyan, mint az e-Niro, ugyanazok a kezelőfelületek, ugyanazokkal a
vezérlőkkel tudsz mindent állítani, de hát nyilván egy gyártónak az autójáról van szó, ezért tehát nem is nagyon várja az ember, hogy más milyen legyen. Szerintem nagyon korrekt és nagyon rendben van a Kiáknak az új belső elrendezése és megjelenése. Nos, ugyebár az elektromos autóknál a legnagyobb nyűgje baja mindenkinek az, főleg, hogyha egy már létező belső égésűből csinálnak elektromost, hogy hova lesz a csomagtér meg az utastér, mert hogy egy bazinagy akkumulátorpak bekerül. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az e-Soul esetében a 335-ről közel 1400 literre bővíthető csomagtartó az nem feltétlenül számít nagyon kicsinek, olyan hely, de nagynak se, de én azt gondolom, hogy sem az utastérből, sem pedig a lábtérből, sem pedig a csomagtartóból nem vett el olyan nagyon sokat, hogy ez bárkinek feltűnjön, aki nem pakolja tényleg mindig plafonig az autóját. A Kia e-Soul tudja ugyanazt a színvonalat, mint amit a Hyundai és az e-Niro tudnak. A hatótáv és a hajtás az kuka ugyanaz benne, mert minek fejlesztenének másikat. A kinézet egy kicsit ilyen családiasabb és nem feltétlenül fiatalos, ezért én azt mondanám, hogy a Kia e-Soul egy remek második családi autó, tehát hogy így anyunak egy elektromos autót, hogy a városban krúzoljon vele, amíg apa autó pályázik valami nagyobb köbcentis dízellel. Szerintem erre tökéletes lehet az e-Soul, de a fiatalok közül is nyilván van, akinek ilyen az ízlése, ez tetszik, ők is valószínűleg nagyon jól döntenének, hogyha az e-Soult vásárolnák meg, mert környezettudatos, ugyebár elektromos, nulla az ökolábnya, ki a 7 év garanciát, vagy 150 ezer kilométert ad alapból, amit nem kell pluszba megvásárolni az e-Soulhoz, illetve van 12 év átrosdásodási garjuk is, ami azért... Hát ilyet nem nagyon ad más igazából, főleg nem csak úgy alapból. Úgyhogy mindenképpen megéri Kiában és Hyundaiban gondolkodni, mert náluk vannak ilyenek. De ettől függetlenül továbbra sem tartoznak az elektromos autók a legpénztárca barátabb autók közé, de talán nem is mondanám, hogy a legdrágább a piacon, mert ugye ezt a Midrange Edition-t, amiben ülök, ezt két felszereltséggel, ahogy már mondtam, a Silverrel és a Golddal lehet megvásárolni. A legalacsonyabb ára pedig 11.399.000 forinttól kezdődik, ebben még nincs benne az állami támogatás. Tehát állami támogatással a Midrange legolcsóbban 8.999.000 forintért megvásárolható. Ha pedig a nagy hatótávú, tehát a Long Range-et választod, akkor 13.499.000 forintról indul, mert ugye az csak platinum és még a platinumnál is extra csomagban lehet megvásárolni. A Midrange esetében a City Star felszereltséges flotta ajánlatban 10.990.000 forintért megvásárolható az autó, illetve hát ez a kezdőára. Összességében én ajánlanám mindenkinek, akinek tetszik ez a formavilág és elektromos autózni szeretne, annak egy nagyon jó választás lehet. Úgyhogy ezennel meg is köszönöm szépen, hogy ismételten velem tartottatok. Ha még nem tennétek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok minket a Facebookon, kövessetek az Instagramon, nyomjátok meg a csengettyű gombot, és léci ne unjátok még a fejünket emiatt, úgyhogy legközelebb találkozunk. Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.